Elítélte a Nagykanizsai járásbíróság azt a férfit, aki idén januárban betört egy házba, ahonnan ellopta az ott található szeszes italokat. A vádlott 8 hónapnyi börtönbüntetést kapott, amelynek letöltését felfüggesztették. Az elítélt nagykanizsai férfi a szomszéd ingatlanból mászott át a sértett családi házának területére, ahol leszerelte a lakatot és az üveg betörésével bement az épületbe. A vádlott összesen 14 üveg alkoholos italt lopott el, összesen 82.027 forint értékben, az ellopott nedők között több viszki és márkás likőr is volt. Mivel az elkövető nem tudta értékesíteni a zsákmányolt szeszeket, ezért barátaival megitták azokat. A tettest a rendőrség elfogta, és a héten ítélet is született az ügyben. A Nagykanizsai Járásbíróság tárgyalás mellőzésével döntött az ügyben, megállapította a vádlott bűnösségét dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás büntettében. Emiatt őt 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, azonban a végrehajtását 1 év 4 hónap próbaidőre felfüggesztette. Emellett kötelezte a vádlottat a sértetnek okozott kár megtérítésére is. A vádlott tudomásul vette a döntést, nem fellebbezett ellene, így az jogerős.